Dobói Aladár vezetésével vett részt a román serdülő válogatott november 7-e és 9-e között az őszi versenynaptár egyik legrangosabb megmérettetésén, a szlovákiai nemzetközi bajnokságon, amelyen 23 európai és ázsiai válogatott mérte össze erejét. Kanabi Szilárd örök riválisával Dan alkotott csapatot, és mint már nem egyszer bebizonyították, ez a társítás igencsak eredményes volt. A nemzetközi versenyeken összefúrult csapat sorra múlt a felül jóval tapasztalta bellenfeleit, nem kis meglepetést okozva a mezőnyben. Játékosaink Bosznia csapatával szemben 3-0-ra, Norvégia ellen 3-1-re, míg Oroszország ellen 3-2-re nyertek. Egyedül a belga csapat jelentett akadályt a fiúk számára, velük szemben 1-3 arányban veszítették el a mérkőzést. A bajnokságon Kanabé Szilárda várakozáson felül teljesített. Kilenc győzelmet és csupán három vereséget tudhat maga mögött. Dobói edző úgy értékeli, hogy játékának eredményessége biztató, és reméli, hogy a jövő évi Európa bajnokságról dobogós helyezéssel térnek haza. A torna végén a csapatversenyt Belgium nyerte, egyéniben a magyarországi Lakatos Tamás lett a győztes.